Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most kedves nézőink, amit én most itt a kezemben tartok, ez egy búcsú lenyomata, polgármesteri elismerő emlékérem, mégpedig, akit köszöntök a stúdióban, Spanyárni Halász Szilvia, a királyi város volt főkertésze. Nehéz ezt kimondani, annál is inkább nehéz kimondani, hiszen számtalan olyan beszélgetésen vagyunk túl, ahol a sikereket ünnepeltük közösen, annál is inkább, hiszen Székesfehérvár a vezetésed alatt bővelkedett olyan elismerésekben, amelyek feltűnést keltettek országszerte, sőt nemzetközi szinten is. Hát nyugdíjba vonultál, és Cserpalkovics András polgármester úr, illetve Boza István emléklapokat, illetve emlékérmet adományozott ezüstben. És hát itt az apropója, ez az apropója a beszélgetésünknek, hogy egy kicsit evezz a mélyre, egy kicsit menjünk vissza a múltba. Én azt gondolom, hogy ismerve a családodat, a felmenőidet, hogy több generáción keresztül mindenki ezt a hivatást választotta, édesapád, lelked jobbik fele, a férjed, gyermeked, mindenki a kertészeti hivatásban találta meg a boldogulását és hivatását. Azt hiszem, hogy ez természetes. És amikor arról beszéltem, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetünk neked, köszönhet Székesfehérvár, hiszen számtalan olyan emlék fűz a város szépségéhez, hiszen számtalan versenyen nyertünk, győztünk, az mind-mind neked és munkatársaidnak köszönhető, mint város üzemeltetési igazgatóhelyettes, hiszen ezt ne hagyjuk ki a felsorolásból, és főkertészként egyaránt. Viszont arról nagyon keveset beszélgettünk, hogy egy kicsi lány bármennyire is vonzódik a szépséghez, miként választ hivatást magának? Hát először is szeretném megköszönni, hogy voltál olyan kedves, hogy meghívtál. Még fel se ócsúttam, hiszen a búcsúztatásom nagyon megható volt, és teljesen meglepetésszerű. Csak annyit tudtam, hogy 3-ára, 1 órára menjek be a polgármesteri hivatalba, és hát ez egy elég érdekes búcsúztatás volt maszkba, de annál meghatóbb. Eljöttek a kollégák, vezetők, a városgondnokság vezetői, alpolgármester úr, mind a két alpolgármester úr, hiszen Mészáros Attilával nagyon sokat dolgoztam együtt, de Lechner Zsolttal viszont november 7-e óta készülve az Entent for Europe idei megméretésére azt hiszem, hogy sikeresen készültünk. Tehát nagyon sokan eljöttek, nem is gondoltam volna, hogy ilyen sokan, nagyon zavarba voltam visszanézve a képeket, ez látszik. Férje megkérdezte utána, hogy reméli, hogy nem sírtam. Hát nehéz egy búcsúztatás. Nem egyszerű elfogadni azt, hogy 65 éves lettem, és nem egyszerű elfogadni azt a tényt se, de nekem is el kell, mint ahogy nagyon sok embernek, hogy a kitűzött tervek, hiszen én már tavaly elértem 64 évesen az öregségi nyugdíjat, de akkor polgármester úr és Boza István úr azt kérte, hogy készítsem a várost fel a nemzetközi versenyre, és én akkor azt elfogadtam azzal a hittel, hogy jól sikerült a Community Bloom megméretésünk, nagyon jó csapat dolgozott együtt, több mint 100 ember készült arra a világversenyre és megméretésre. Bíztam abba, hogy 2008 óta részt veszek az Entent for Europe versenyen résztvevő települések, falvak, városok felkészítése, és valóban bíztam abba, hogy sikerül akkor majd Fehérvárnak is jól szerepelnie. Tehát ezzel a lendülettel álltunk neki november 7-e után a felkészítő bizottság segítségével a felkészülésnek, és azt hiszem, hogy március közepéig jól is haladtunk. Aztán hirtelen minden megváltozott, hivatalosan be is jelentette az Entent for Europe vezetősége, hogy sajnos a versenyt el kell napolni. És hát koromnál fogva az érdekembe kellett azt is fogadni, hogy 60 fölöttiek nem mehettek be a munkahelyre,
és jött egy ilyen bizonytalan időszak. Ez engem is megviselt, sose szerettem a bizonytalanságokat, mindig kitűző célok felé szerettem erőmet megfeszítve dolgozni, tehát én azt hiszem, hogy inkább egy ilyen szorgalmas típusú ember vagyok, és aztán látszott az, hogy és azt hiszem, hogy az is történt, hogy akik már nyugdíjasok, azok nem kerültek vissza dolgozni. Úgyhogy most hirtelen megváltozott az életem. Örülök annak, hogy a Virágos Magyarország verseny ebben az évben is tudott egy kicsit, ha más formában is nem szűnt meg, hiszen azért abba is, mint önkéntes régóta dolgozom. Tehát mindenki küzdött azért, hogy valami megmaradjon. Hát ez a verseny, ez a nemzetközi sajnos nem tudott megtartása lenni. Sajnos nem, pedig megérdemeltük volna. Igen. Először, és azt hiszem, hogy jó eséllyel, hiszen az előzményekről tudunk. Erre visszatérünk, de akkor térjünk vissza akkor az első kérdésre, a hivatás választásra. Igen, hát ez azóta is gondolkozom ezen, hogy én, hogy mert ezt kérdezték tőlem a búcsúztatáskor is. Édesapám erdőmérnök, faipori mérnök volt, tehát azt elmondhatom, hogy nagyon szerettük a természetet, nagy kertje volt nagymamámnak, édes szüleimnek is, én is kertes házban nőttem fel, és a családban hobbi volt a kertészkedés. Én egy kémia tagozatos osztályba jártam a Toldi Ferenc gimnáziumba, és tulajdonképpen az erősségeim a matematika, kémia volt, fizikából már nem voltam ötös, de különben tényleg jó tanuló voltam, és nagyon sokféle, tehát néztem azt, hogy hova lenne legnagyobb sikerem felvételizni, és mi az, ami érdekel, és akkor így próbáltam meg a kertészeti egyetemet, ahova biológia, kémia, matematika volt a felvételi, és hát az nagyon nagy dicsőség volt, hogy felvettek, nagyon kevés budapesti lány vettek fel abba az időbe, és első évben már nekem sikerült bejutni, és nagyon örült édesapám, hogy hát valahol a női ágon követem, mert ő mindig azt mondta, hogy az erdőmérnöki az inkább férfiaknak való, hát azóta ez is megváltozott, és ő nagyon örült annak, hogy hát valahol közelmaluljuk az ő szakmájához. Ezt a, hát mint az él, most akkor azért kiderül, hogy nem hagytam el a pályámat, tehát mégiscsak sikerült jól választani, és nagy örömömre hát az egyetem végeztével a férjem megkérte a kezemet. Aki tehát, szintén ugye igen, tehát csoportársak voltunk, voltatok. Igen, és hát valószínűleg akkor a szülői példa lehet az, hogy látta a fiunk a szakmánk iránt szeretett, ő is ezt választotta, és hát nagyon tetszett nekem az, amikor elolvastam, ő aztán végül is Brisbane-be pályázott az egyetem után, és oda vették fel környezetvédelmi mérnöknek, hogy azt írta be, hogy hogy a környezetvédelemmel szeretne foglalkozni, az pedig az édesanyja, tulajdonképpen én elvégeztem a környezetvédelmi szakmérnökit, és akkor ő ezt írta, hogy ez is neki egy motiváció volt. De hát erről mi sose beszéltünk, érdekes Bilágos. Volt olvasni. Tehát itt az, hogy valószínűleg a szülők hatással vannak a gyerekekre, vagy azt mondják, hogy soha azt a foglalkozást, vagy pedig szeretettel folytatják, és ezt látom a Dániel fiamba is, hogy édesapjával együtt dolgozik nagy boldogsággal. Hát ez megerősítés nyert, hogy jó úton. Viszont igen. Az is jó út volt. Én azt gondolom, hogy rendkívül kihívás lehetett egy fiatal kezdő kertészmérnöknek Siófok. Így van. Hiszen Siófok már akkor is az ország közepe volt bizonyos igen. időszakokban, és korán sem mindegy, hogy a külföldi vendégek így és van. A magyar vendégek mivel szembesülnek, amikor megérkeznek hazánkba. Valóban nagy kihívás volt. Szerencsémre az igazgatónőm is kertészmérnök volt. Ez nagyon sokat segített azért már abban az időben, hogy a 79-ben végeztem. Ő egy nagyon okos, fiatal igazgatónő volt maximális elvárással, és azt láttuk, hogy aki ott mellette megmaradt ebbe a nagyon kemény munkába, azért az később is a szakmában maradt. Valóban a közterületek szépítése,
nagyon nagy gondot fordítottak az üdülők, akkor abban az időben hatalmas parképítések voltak, tehát a mi kertészeteinkben két nagy kertészet volt, Kaposvár és Siófok, 1 millió egynyári palántát állítottunk elő, de kisebb faiskolát is létrehoztunk azért, hogy a parképítéseinkben legyen anyag. Tehát sok mindennel foglalkoztunk, ami nagyon szeret 12 virágüzlet tartozott hozzám, én ott ágazatvezetőként dolgoztam, tehát a virágkötészet is megismerkedhettem, olyan mesteremberek, mint Szabó János, Kuba Ágnes tartott nekünk képzést, és az igénye, az igazgatónőm igényessége sokunkra ráragadt, mindig követte a külföldi trendeket, és mindenhova küldött minket, fiatalokat. Tehát nagyon nagy hálával tartozom neki azzal, hogy ő fiatalon is borzasztó nehéz feladatokkal bízott meg, és amikor már ide férjem szeretett volna, fehérvári, ő szeretett volna Fehérváron élni, és amikor ide költöztünk, még akkor is figyelte azt, hogy itt milyen munkáim vannak. Nyilván Fehérváron nem azok voltak a prioritások. Akkori főnökömmel, Fenyves Péterrel végignézte azt, hogy Balatonon, Balatonföldváron milyen kiültetések vannak, mennyi egynyári, és ő ezt őszintén meg is mondta, hogy Fehérváron nem ez lesz a legfontosabb. Igen, tehát más lesz a feladatom. Igen. A rendszerváltás után voltunk 3 esztendővel, 1992-t írtunk, és ez egy nagyon fontos időszak. Ugye ne feledjük, hogy a 70-es évek közepén Székesfehérvár egy poros mezőváros volt, omladozó, csúnya város, tetszik, nem tetszik, ezt ki kell, hogy mondjuk, és én azt gondolom, hogy a rendszerváltást követően a Balsai érától kezdődött el az az út, ami jelenleg is vezet, hogy gyönyörű. És ez leginkább neked és munkatársaidnak köszönhető. Mégpedig azért, mert hogy ti tettétek a királyi várost a virágok városává is, hiszen ne feledjük, talán a legnehezebb feladat volt, szakmai feladat, mondom én kívülállóként, aki járja a várost, hogy azért érdekes a mi városunk, hiszen van egy Ódon belvárosunk, gyönyörűséges belváros, és ez teljesen más felöltöztetni, mint az új lakótelepeket körben, ami körbe vesz bennünket, és ráadásul ugye ott vannak nekünk a falusias különböző település részek is. Ezt hogy sikerült megvalósítani, mi minden kellett ahhoz hozzá, milyen segítség a városvezetéstől, és milyen szakmai kihívást tartogatott ez a számodra? Igen, úgy, ahogy mondod, mindig a városvezetés dönti el azt, hogy mik a prioritások, és mire ad pénzt, és mit szeretne megvalósítani. Tehát azért ebbe a munkakörbe azt kellett látni, hogy képviselők és a város vezetése együtt dönti el, hogy merre, milyen irányba megyünk. Az, hogy áldozott a város arra, hogy fatelepítések történjenek. Amikor én idejöttem, polgármester úr éppen kérdezte, hogy mi volt az első feladat, akkor már elkezdődött hihetetlen 92-be a nyárfa csereprogram, ami azt jelentette, hogy a tévesen rosszul ültetett, és hát a város rengeteg fát kapott az 50-es években, és nyárfát, ezeket a fákat ki kellett vágni, ki kellett cserélni, úgyhogy például a fák telepítése egy talán a mai napig is egy kiemelt feladat. Hova kerültek valamikor rossz fatípusok, gondolok akár a vezetékek alá ültetett fákra, és szerintem azt láttuk kollégáinkkal első percben, és most látják a fiatal kollégák is, hogy mennyire fontos a gondos, odafigyelő fatelepítés, hiszen akár 50 vagy 100 évre meghatározza a város arculatát. Tehát ez egy olyan feladat volt, ami talán végig a 28 év alatt a munkám része volt.
És mellette persze próbáltuk szépíteni a környezetet. Talán egyik sikerünk, amikor 96-ban a nemzetközi versenyen részt vettünk, hogy dr. Kovács Zoltán személyes irányításával kialakítottuk az első hatalmas nagy egynyári beültetés felületet Magyarországon, a magyar fajtákból, Zoli bácsi nemesítési fajtáiból, az evangélikus templom környezetében egy hatalmas nagy felületen, ezzel vártuk a nemzetközi zsűrit, és hát az nagy öröm, hogy Zoli bácsi halála után is tudtuk folytatni, és ez van most a Petőfi Parkban, és egy új helyszínen, de mégiscsak megőriztük azt, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire jók a magyar magok, a magyar fajták, próbáljunk magyar fajtákkal dolgozni, és visszatérve a fákrál is, ugye nagyon jó volt az együttműködés végig, főleg az alsótekeresi faiskolával, hiszen ők közel vannak, ők látják azt a leginkább, hogy az általuk nemesített vagy forgalmazott fák, hogy állják meg a helyüket Fehérváron, és ezek a fatelepítések is ma már nagyon sok esetben az ő nemesítésükből kerülnek ki. Alsótekerestől nagyon sok esetben kaptunk ajándékba is fákat, úgyhogy talán ezeket látták is a lakók, hogy ebbe változás történt. És ami nagyon szép munka volt 2008-tól, ahogy közösen a kollégákkal együtt építettünk, már nem vállalkozók dolgoztak, hanem saját dolgozókkal tudtuk együtt megvalósítani, akár egy játszópark telepítésnél együtt a fatelepítés. Tehát, hogy léteztek, elkészültek olyan parkok, amelyek minden részletét, az útépítés, a járdaépítéstől kezdve a saját kollégák együtt készítettük. Most egy ilyen közös munka, az nagyon felemelő, nagyon jó, hiszen a sok vita után kialakul, mindenki a legjobb tudását adta ehhez, és adja ehhez, és természetesen a képviselők, akik a lakók véleményét közlik, és mindig az ilyen közös munkák a legsikeresebbek. Most gondoljunk a Petőfi Parkra hirtelen, de most mondhatnám a Szent Sebestyén Parkot is. Már egy képviselő tudta mondani azt, hogy hol legyenek a járdák, mik legyenek a prioritások, mit vegyünk figyelembe. Tehát én nagyon szerettem mindig is ezt a közösségi munkát, ahol sok ember véleménye után, és mindenki lelkesen, boldogan dolgozva létrehoz egy új értéket. Talán ezek a legszebb emlékeim az elmúlt, hát akkor 41 év, de itt 28 mindenképpen Fehérváron, de azt kell, hogy mondjam, hogy Siófokon is, egy kisebb cégnél, bár ez megyei cég volt, de azért mégse 600 fővel dolgoztunk. Ott is talán ezek voltak a legjobb dolgok, hogy közösen dolgozhattunk. Hát a környezeti nevelés rendkívül fontos. Igen, ugye van. Én nemrégiben megnéztem egy olyan filmet, amikor 1938-ról beszélek, amikor Székesfehérvár volt a Magyarország közepe mindenképpen. Igen. A Szent István ünnepségek közepe, és a számtalan olyan képet láttam, hogy akkor voltak éppen, bármennyire is próbálták építeni, szépíteni, ami hiányzott, azok a virágok és a fák voltak. Uh-huh. Ugye a platán soron kívül jószerivel a belvárosban nem volt fa, uh-huh, mint tudjuk. Hát, és ha most körülnézünk, a gyönyörű Zicsiliget, Petőfi Park, az összes többi, hát az egyszerűen fantasztikus látvány. Ugyanakkor ehhez az is kell, hogy tudatos legyen a városlakó, és ebben ez megint egy következő lépcső volt részetekről, hogy elindultatok az ovisoktól, igen, egészen a felnőttekig, a lakótelepen élőktől, és mindenki bizalommal fordulhatott, uh-huh, hozzátok. Igen, a korábbi munkámban is, tehát 2008 előtt is nagyon sokat dolgoztam együtt a képviselőkkel, hiszen visszatérve, amit az előbb mondtam, a képviselő tudja leginkább közvetíteni a lakóknak a problémáját, kéréseit. Nagyon szerettem ezeket a lakossági bejárásokat, lakossági értekezleteket, találkozásokat. És egy újdonság volt, és ugye hát amikor azt szerint valósítottuk meg a városszépítés, nyilván minden kollégám a saját szakterületén, és talán
Nyilván ebbe történt egy nagy változás. 2011-ben elindítottuk ezt a városszépítő akciót, amiben most már nyíltan kértük a lakókat, hogy ők is járuljanak hozzá a városszépítéshez. Ez biztosította és biztosítja azóta is a város vezetése a növényanyagot. Ez az elmúlt 10 évet mondhatok, megváltozott. Mi kezdetben még fát is kaptak a lakók, aztán utána rájöttük, hogy mégiscsak jobb, hogyha szakemberek ültetnek, hiszen mi nagy előnevelt fákat ültetünk a városba, földlabdás fákat, tehát az évek folyamán a városgondnokságon kialakult egy olyan jó szakembergárda, aki a faültetéstől a falápolásig biztosan tudják a fákat gondozni. Tehát ezt már nem a lakók csinálják, hanem a lakók inkább a virágosításba vesznek részt, de ugyanúgy a továbbra is a lakók, ha kérik a képviselőket, akkor az előttük levő közterületek sok esetben így szépültek meg, hogy képviselői keretből képviselők úgy döntöttek, hogy támogatják azt a kis közösséget, aki szeretné a környezetét szebbé tenni. Tehát ez a közösségi program is azért nagyon híressé vált, és nagyon sok város átvette tőlünk ezt a jó kezdeményezést. Én azt gondolom, hogy a Főkertész Szövetség ilyen szempontból is sokat segített nekünk, hogy népszerűsítse. Több esetben itt volt konferencia, ahol bemutattuk, ahol saját maguk is meggyőződhettek a főkertészek, hogy ez egy működő jó program, és mindenki a saját városába adaptálva, és úgy, ahogy nekik a legjobb, átvéve ezt a programot, ez lassan egy ilyen országos programmá is vált. Virágos Magyarország, aki bejön itt hátulról a városgondnokság területére, vagy éppenséggel hozzánk, az szembesülhet azzal, hogy már az ősidőkben is sikeres volt a város, viszont ez egy rendkívül fontos felhívás volt mindenki számára, és azt hiszem, hogy nagyon sokat köszönhet neked Székesfehérvár. Általában az egész mozgalom abban, hogy ez elterjedt, és egyre többen vesznek részt benne. Különböző nyilván településtípusok, a kicsi falvaktól egészen a kerületi nagyvárosi szintig. Hol tart ma ez? Hogy sikerült ezt úgy felépíteni a munkatársaiddal közösen, hiszen egyik vezetője vagy, hogy ez tényleg népszerű és nem kötelező jelleggel szépítik a városokat? Igen, így van. Tehát ahogy mondod, nem kötelező, de szerintem lassan, ahogy így terjedt a verseny és népszerűbb lett, rájöttek arra a polgármesterek, hiszen mindig polgármesterek jelentkeznek, hogy ezzel csak nyer egy település, ingyen lehetett jelentkezni. Hát most ebben az évben elektronikus úton lehetett bemutatni a szép közterületeket, szép előkerteket és balkonokat. De ha visszatérünk a múlt évre, valóban több kategória, éreztük azt, hogy külön kategóriába kellene elbírálni a településeket, és tanuljunk egymástól, mutassuk be, ebben a Magyar Turisztikai Ügynökség rengeteget segített, nagyon sok helyen hirdette, és mutatta be az elkészült munkákat. Tehát így még könnyebb tanulni, hogyha még elektronikus úton is meg lehet nézni bármelyik kiültetést, és talán ez is kedvet kapott, ez is kedvet csinált a polgármestereknek és a lakosságnak, és a díjazás is egy biztos egy, hogy lehetett díjakat nyerni, talán ez is motiválta őket. Én azt hiszem, hogy a bírálati szempontok olyanok, és ebben próbáltuk a nemzetközi verseny bírálati szempontjait követve, olyanok, amelyek nagyon sok emberhez közel állnak. A környezetvédelem ma már mindenhol halljuk, és teszünk érte, erről is számot adhatnak a települések, és minden évben figyeljük egy-egy jelentkező települést az odaérkező zsűri, hogy mit fejlődött. Tehát vannak visszatérő településeink, ahol a fejlődés lehet látni és értékelni, és vannak olyanok, akik most kapcsolódnak be, mert rájönnek arra, hogy sokat ingyen van, megy egy szakemberekből álló zsűri,
akik remélhetőleg jó szaktanáccsal el tudják látni a települést, tehát őnekik is jó, hogyha egy napot ott tölt egy olyan 3-4 főből álló zsűri, aki hogyha elmegy, utána még ott hagyta a szaktudását. Világos, és ráadásul ugye legélhetőbb, legszerethetőbb város lett Székesfehérvár. Nagy büszkeség. Ez óriási büszkeség, hiszen ebben bőségesen benne van az a szépség is, amit a környezetvédelem. Hát reméljük, hogy ezt érzik a lakók is. Igen. És ha már itt tartunk, akkor Entente Floral Europe, ugye a beszélgetésünk elején már szó esett erről. Igen. Én azt gondolom, hogy az a nemzetközi megmérettetés, amelynek egy törzstagja vagy itthonról Magyarországról, is egy fontos szerepet játszik ebben. Hiszen itt versenyről beszélünk, de ez a verseny a mindennapokról szól, a hétköznapjainkról, az élhető településről. Igen, hát azt hiszem, hogy visszatekintve a munkásságomra, hogy mi az, ami nagyon nagy öröm, hogy végezhettem, az, hogy pályáztam, szóltak, hogy lehet pályázni arra, hogy nemzetközi zsűritagot keresnek, és egy véletlen folytán tudtam meg ezt, és én is pályáztam, nagyon-nagyon sokan pályáztunk, és nagyon örülök annak, hogy 2008-ban egy 6 fős bíráló bizottság, ugye magyarul és angol nyelven kellett felvételizni, engem emelt ki, és úgy ítélte meg, hogy én pályáztam legsikeresebben. Most ez az önkéntes munka, ez csodálatosan érdekes volt, tehát részben azért, mert rengeteget tanulhattam, rengeteget kellett tanulnom, hiszen felkészülve kellett mennem a településekre, megismerve minden abban az, annak, ugye első év, amikor én felvételiztem, akkor 12 tagállamból vett részt a nemzetközi versenyre, tehát 24 település versenyzett, hogy ez egy nagyon komoly munka is volt, és nagyon köszönöm Szakonyi László akkori főnökömnek, hogy biztatott ebbe a munkába, és utána pedig Boza István igazgató úrnak, hogy az ő vezetése alatt is ezt tovább végezhettem. Tehát azért ez egy nagy felelősség, Fehérvárt képviseltem valahol, mint főkertész, ugye bárhol bemutatkoztam, én Fehérvárról jöttem, mindenkit érdekelt, hogy milyen Fehérvár, de egyúttal Magyarországot is. És én a mindennapi munkámban nyilván ezt felhasználtam, és az ott szerzett tudást pedig szerettem volna átadni azoknak a településeknek, akik készültek a minden évben ugye a versenyre. Ez, ahogy mondtam, egy falu és egy város. Tehát nagyon-nagyon sok barátság szövődött ez alatt, a felkészítő időszak alatt, és megismertem én is így nagyon jól azokat a településeket, hiszen ez a 6-7 hónapos felkészítés idő, a közös cél, azért ez egy nagyon-nagyon érdekes feladat volt. Ők viszont eljöttek Fehérvárra, a konferenciákra, átadták a tapasztalatukat. Úgyhogy ez a 2008-tól hogyha visszagondolok a munkámra, akkor nagyon sok konferencia, nagyon sok tapasztalatcsere, nagyon sok munka, de ezek a munkák csodálatosak voltak, együtt örültünk a sikereknek, és mindig egy nagy közösséggel dolgoztunk együtt, és azt hiszem, hogy Fehérváron pedig látták akiket érdekelt, hogy itt is a Városgondnokságon egy csodálatos közösség van, és hát ezt tapasztaltam most is a búcsúztatásomkor, hogy mennyien eljöttek, mennyien megköszönték, hogy segítettem az ő munkájukat. Tehát ez nagyon jól esett, amikor egy nálam 20-25 évvel fiatalabb kollega azt mondja, hogy jó volt velem együtt dolgozni, és tanult tőlem. Hát azt hiszem, hogy ennél nagyobb elismerés nem is kell senkinek. Nos, hát én pedig búcsúzóul, én azt gondolom, hogy a 100 000 székesfehérvári és nagyon sok mindenki nevében
szeretnénk megköszönni azt a munkát, és én azt gondolom, hogy az az út, amit te kijelöltél, amit végrehajtottál, ami a jövőben is jellemez bennünket legalább, és így gondoljuk, az egy remek út, és hát bizakodóak vagyunk, és ehhez kívánok a továbbiakhoz pedig jó egészséget, boldogságot, mosolygós szemeket. Hiányzol nekünk, de hát azért nyilván fogunk találkozni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönök mindent, és külön a meghívást még egyszer. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra.